Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Ítélet 7 év fegyház drogkereskedelemért. Bankfiók avatás. A Hungária Takarék megújult fiókját adták át Dunaföldváron. Készülődnek a szakszervezetek, két napos konferenciát tartanak a munkatörvénykönyve tervezett módosítása miatt. Segítik a szakképzést, cukrásztanulóbázist alakított ki az iparkamara egy helyi vállalkozóval Dombóváron. A Tolnatáj televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Elhunyt Hirt Ferenc, Tamási térségének volt országgyűlési képviselője, aki 2006 óta volt tagja az országgyűlésnek, háromszor választották meg egyéni parlamenti képviselőnek, a legutóbbi választáson a kormánypártok országos listájáról került a törvényhozásba. 2015-ben Tolna megye fejlesztési biztosa lett. Hirt Ferenc hosszantartó súlyos betegség után hunyt el 51 éves korában. Fülöp János FAD polgármestere lépett a közelmúltban elhunyt Pirgi József helyére a Tolna megyei közgyűlésben, egyúttal esküjét is letette. A képviselők elfogadták a katasztrófavédelem tájékoztatóját az év első 10 hónapjáról. Ebből kiderült, biztonságban érezhetik magukat a Tolna megyében élők. Az idei fűtési szezonban, október végéig 6 szénmonoxid mérgezés történt, halálos áldozat viszont nem volt. Az Értéktárbizottság második féléves munkája is szerepelt a napirenden. A beszámoló szerint Bikácson és Szedresben is megalakult a helyi Értéktárbizottság, így a 109 településből már 63-ban foglalkoznak az értékek feltárásával, amiből eddig 418-at vettek fel a megyei értéktárba, idén 13-at. Nagyon büszkék vagyunk Tolna megyeiekként erre a mi kis értéktárunkra, hiszen egyrészt úttörők vagyunk szinte a folyamatban, országos szinten is állítom bent vagyunk az első 3 olyan megyébe, akik lefedettségbe, mennyiségbe, minőségbe olyan munkát végeztek ezen a téren, ami kimagasló. Stercné Asztalon Zsuzsannát választották meg Tolnán a helyi önkormányzati képviselők csütörtökön késő délután a város új alpolgármesterévé. A voksolásra itt is Pirgi József halála miatt volt szükség. Tolnán két alpolgármestere van a városnak, ám a törvény szerint egyikőjüknek a képviselőtestületben is tagként kell részt vennie. Berta Zoltán, Tolna másik alpolgármestere, nem tagja a képviselőtestületnek. A képviselők most egyhangulag döntöttek Stercné Asztalon Zsuzsanna társadalmi megbízatású alpolgármester posztjáról. Ez az új helyzet végül is, amiben én most kerültem. Hát igen, nagyon megtisztelő volt számomra, amikor a polgármester asszony felkért erre a pozícióra, mert azért 98 óta vagyok önkormányzati képviselő, és úgy éreztem, hogy ez azért egy kicsit a munkám, eddigi munkám elismerése. Autóbalesetben egy ember meghalt éjszaka a 65-ös úton Iregszemcse közelében. A Siófok felé tartó kocsi eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról, és egy fának csapódott. A jármű sofőrje könnyű sérüléseket szenvedett, egyik utasa a helyszínen életét vesztette, úgy tudjuk, a másik utast válságos állapotban szállították kórházba. A járművezető az elsődleges alkoholteszteres vizsgálat alapján pozitív értéket mutatott, tehát pozitív volt az alkoholteszterre az eredménye. Ezt követően őt előállították vér- és vizelet mintavételre, amelyet majd igazságügyi orvosszakértő fog megállapítani, hogy a férfi ittas volt-e a baleset bekövetkezésekor. 7 év fegyházbüntetést kapott az a bonyhádi férfi, aki hosszú időn keresztül postán rendelt külföldről drogokat, hogy azokat Tolna megyében adja el. Összesen több mint 12 millió forintot szánt erre, ami részben családi örökség és a rokonaitól kölcsönből állt össze. Az ítélet egyelőre nem jogerős. A postán kapott drogot már azelőtt lefoglalták a rendőrök, hogy házkutatást tartottak még 2016-ban a bonyhádi férfinál. A rendőrök titkos szolgálati eszközökkel is figyelték az akkor még 20 éves fiatalt, tudták, hogy rendszeresen nagy tételben rendelt kábítószert. Az elfogás után a díler azt vallotta, hogy 14 éves kora óta függő, és korábban volt már büntetve kábítószerrel való visszaélés miatt. Akkor próbára bocsájtotta a bíróság, a mostani ügy vádját pedig ez idő alatt követte el, ez súlyosbító körülménynek számított.
A drogokat a családtagjaitól kapott pénzből rendelte, összesen több mint 12 millió forintot kért kölcsön, és a nagyapai örökségét is erre költötte el. A rendőrök tabletták gyártásához szükséges eszközöket is lefoglaltak tőle. A férfi az összes tárgyaláson végig tagadta, hogy másoknak is adott el a szerekből. Az ügyben most született ítélet. A bíróságot elsőrendű vádlottat halmazati büntetésről 7 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetése a közügyek gyakorlásától 7 év eltiltásra ítéli. A bíróság az elsőrendű vádlottal szemben 4.152.855 forint erejéig vagyonelkobzást rendel el. Az ítéletet a vádlott rezzenéstelen arccal hallgatta végig, utána a védőjével egyeztetett néhány percig. Az ítélet tehát nem jogerős, mert a vádlott és az ügyész is kértek 3 nap gondolkodási időt, a férfi addig előzetes letartóztatásban marad. 1956. októberében alakult először az országban Takarékbank fiúk Dunaföldváron. A Hungária Takarék most megújított irodáját nyitotta meg a városban. Horváth Zsolt polgármester a megnyitóban azt mondta, a kölcsönös bizalom jellemzi a kezdetek óta a város és a pénzintézet viszonyát. Dunaföldvár a Takarék szövetkezeti bankrendszer szülőanyja. 1956. októberében itt jött létre az ország első Takarék szövetkezeti fiókja. Mára a Dunaföldvári a Hungária Takarék összeolvadása után az egyik kiemelt fiók. A Hungária Takarék 78 milliárd forinttal ma Tolna megye második legnagyobb mérlegfő összegű vállalkozása a Paksi atomerőmű után. Jelenleg 8,3 milliárd forintos saját tőkével rendelkezik, mely megfelelő alap arra Paks 2-ben résztvevő vállalkozások számára is megfelelő kondíciókat biztosítson. Nekünk a céljaink egybe esnek itt a munktörekvésével, mi is fogjuk azokat a formákat keresni, akár a bankokkal együttműködve, hogy hogyan tudjuk a segítséget megadni arra, hogy megfelelő kezdőtőkével tudjon egy vállalkozás rendelkezni, illetve az erőműbe bármit beszállított, hogy a jó teljesítési garancia értéke is jelentős ideig lehet bent, ezt is finanszírozni kell, tehát mi mindenféleképpen örülünk a bankok erősödésének. A város lakosságának ellátása mellett kiemelten fontos a takarék számára a mezőgazdaság szakszerű és hatékony támogatása, mondta Gáspár Csaba ügyvezető igazgató. Sikerült az egyesülésekkel azokat a különbségeket megszüntetni, ami takarékszövetkezete és takarékszövetkezetet jellemzett. Ez ma már ilyenről nem beszélünk. Sikerült egy olyan tőkeerőre szert tennünk, aminek következtében, és ez most lehet, hogy meglepő, amit mondok, de akár a rendkívüli volumenű paksi erőmű beruházáshoz kötődő helyi szintű sok milliárdos igényeket és ma már minden további nélkül tudja a helyi takarékszövetkezet, a Hungária kezelni. A hosszú együttműködés a bizalmon alapul, fejtette ki a település polgármestere. Az ember egyszer valahova oda kerül, megelégedett, nem jön el. Utána kialakul a személyes bizalom is ebbe az egész dologban, és úgy gondolja, hogy a személyes kapcsolat és az egész ügyvitelben, hogy a megbízhatóság és a mindig pontos teljesítés, az végül megpecsételi azt a sorsot, hogy összezárja a két ügyfelet ebben a dologban. A megújult bankfiók a régió vezetés székhelye is, emellett 20 banki szakembernek ad munkát. A Dél-Dunántúli régió szakszervezeti titkárai tanácskoznak 2 napon keresztül Dombóváron. A találkozón kiemelt témaként szerepel a Fidesz által tervezett munkatörvénykönyve módosítás. Ez szerint a munkavállalókat hetente akár 36 óra túlórára is kötelezhetnék a munkáltatók, az ezért járó bért pedig ráérnének csak 3 év múlva kifizetni. Mihez van joga a munkáltatónak és mihez nincs? Milyen kérdésekre terjed ki a kollektív szerződés és miket szabályozza a jog is külön? Ezekre a kérdésekre kapnak választ jogászoktól a Dél-Dunántúli régió szakszervezeti titkárai a 2 napos konferencia alatt. A rendezvénynek az a célja, hogy a szakszervezeti titkárainkat a régión belül felkészítsük a mindennapi problémákra képzésekkel ezen a képzésen keresztül. Ugyanúgy itt az alapszervezetek működésétől kezdve a munkatörvénykönyvén keresztül a napi teendőkig erre próbáljuk felkészíteni a szakszervezeti titkárainkat. A tanácskozás témái között kiemelt helyen szerepel a munkatörvénykönyvének módosító javaslata. Ez szerint évente akár 400 óra túlórára is kötelezhetőek lennének a munkavállalók, az ezért járó bér kifizetésével pedig nagyon sokat, akár 3 évet is várhatnának a munkáltatók. A szakszervezetek szerint ilyen mértékű joghátrány évtizedek óta nem érte a magyar munkavállalókat. A 400 óra túlóra nagyon kibővíti, gyakorlatilag 6 naposát teszi a munkaheteket.
A 36 havi munkaidőkeretről pedig csak annyit tudnék mondani, hogy ki szeretné úgy élni az életét, hogy az esetleges túlórákra járó plusz bevételt csak 3 év múlva kapja meg. Én úgy gondolom, hogy van miről beszélni. A módosító elfogadására december 12-én kerülhet sor. A szakszervezetek az azt követő napokra már most országos útlezárásokkal és tüntetéssorozattal készülnek. Cukrásztanulóbázist avattak Dombóváron, a diákok gyakorlati képzésére szolgáló konyhát egy helyi vállalkozó a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen alakította ki, mert egyre több diák választja ezt a szakmát. Ennek ellenére az Észak-Tolna megyei városban nemrégen bezárt az addigi gyakorlati hely. Szalagátvágás az udvaron, az épületben pedig lázas munka folyik. Már dolgoznak a cukrásztanuló diákok az új dombóvári tanüzemben. Nekem nagyon tetszik az, hogy kreatívan lehet dolgozni. Szeretem az ilyen habos, babos, kis pepecselős munkákat, és én ezért szeretnék cukrász lenni. A cukrász műhely egy helyi vállalkozónak köszönhetően épült meg. Topa Imre eredetileg ide egy kömüveses ács tanuló bázis tervezett, ám azt mondja, az elmúlt hónapokban egyre többen keresték meg azzal, hogy szükség lenne a városban egy konyhára, ahol a cukrász tanulóknak tudnak gyakorlati képzést nyújtani. Szeptembertől kialakítottunk gyorsan egy kis területet. Szerencsére sikerült nagyon jó pályázati forrást hozzá szereznünk a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara segítségével, illetve a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályán keresztül Európai Uniós támogatást, visszaremtérítendőt. Dombóváron néhány hónapja zárt be az addig itt működő cukrásztanulóbázis, pedig egyre több diák választja a környéken ezt a szakmát. Ezért lépett a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Tolna megyében elég kevés képzőhely foglalkozik cukrásztanulókkal, és itt Dombóváron volt város- és lakásgazdálkodásnál egy képzőhely, ahol megszüntették a képzést, ezért volt nagyon sürgős és nagyon fontos, hogy ez a képzés valamilyen szinten pótolva legyen. A dombovári üzemben most 15 diák tanulja a cukrász szakmát, a tervek szerint jövőre pedig legalább ugyanennyien kezdik meg itt a gyakorlati képzést. Szent Ambrusról, a méhészek védőszentjéről emlékeztek meg péntek reggel a tolnai Szent Mór katolikus iskolába járó gyerekek. A legenda szerint Szent Ambrus bölcsője kint ringott a ház udvarán, egy méhraj zúgta körül, az állatok viszont nem csípték meg a későbbi szentet. Tolnán most az egykori püspök legendájával ismerkedhettek meg a gyerekek, mézes ételeket kóstolhattak, és a mézlovagrendekről is meghallgathattak egy nekik összeállított előadást. A jövő nemzetpolitikája szempontjából is fontos, hogy minél többen visszaküldjék a nemzeti konzultáció kérdőívét, mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Kurdon. A politikus kifejtette, minden eddigi nemzeti konzultáció eredménye meghatározó volt a kormány számára a törvénykezési folyamatban. A kormány 8. nemzeti konzultációja zajlik, mely ezúttal a családok védelméről szól. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Kurdon az oktatási intézmények felújítása utáni átadón szólt arról, ahhoz, hogy megfelelő törvények szülessenek, szükség van a magyarok véleményére. Számunkra nem a bevándorlás jelenti a megoldást a népesedési problémákra, demográfiai problémákra, hanem a családok védelme és támogatása. És ebben szerettük volna, vagy szeretnénk kikérni a lakosságnak is, a magyar embereknek a véleményét. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt mondta, az eddigi konzultációk válaszai sokat számítottak a kormány cselekvésének meghatározásában. Úgy gondoljuk, hogy a sorskérdésekben mindig kikértük a magyar embereknek a véleményét, így van ez ennél a konzultációnál is. Akik esetlegesen ezeket a kérdőíveket nem tudják kitölteni, illetve nem tudják eljuttatni, azok vagy visszajuttatni, azok nyugodtan kérjenek segítséget másoktól, akár helyi önkormányzati képviselőktől, polgármesterektől, vagy akár személyesen tőlem is szívesen segítünk. Számunkra az a fontos, hogy minél több vélemény érkezzen vissza. 20 esztendeje rendezik meg a Pop Mikulást, melyen elsősorban a hátránnyal élő gyerekeket ünneplik meg. A bonyhádi rendezvényre ezúttal is eljöttek azok, akik nevelő otthonokban élik életüket. Garai Zoltánné, az Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetségének Tolna megyei elnöke azt mondta, ez minden esztendőben különleges alkalom a gyerekek számára.
Adventi programmal készült az Atomenergetikai Múzeum, amelyen több mint 300 gyermek fordult meg. A látogatóknak alkalmuk nyílt a múzeummal és a fizikával kicsit másképp karácsonyi hangulatban megismerkedni. Karácsonyi díszekkel, fényekkel telt meg az Atomenergetikai Múzeum. Több turnusban érkeztek alsó tagozatos diákok, akiket délután 4 órakor a családok váltottak fel. Alkalmuk nyílt kézműveskedni, fizikai kísérletekkel ismerkedni, és gokarttal járhatták körbe a múzeum területét. Az előtérben kiállított hatalmas mézes kalács installációra kifejezetten büszke a múzeum. Felmerült annak az ötlete, hogy az erőművet, illetve a múzeumot mézes kalácsból el lehetne készíteni, és erre szerencsére találtunk egy olyan lelkes vállalkozót, aki ezt elkészítette, Vácini Terike volt, aki megformálta nekünk az erőművet, illetve gyakorlatilag az erőműzemi területét. A dallamokról Ring István gondoskodott Verkliével, a tűzoltók pedig erőt próbáló feladatokkal várták a gyermekeket. A foglalkozások alatt megéhezett apróságok kürtös kalácsot ehettek, és forró tea várta őket. A nap szenzációja pedig a Mikulás megérkezése volt, aki az emelőkosárból ereszkedett a jó gyermekek közé, hogy csokjait szétoszthassa. Újabb Garai kupa született, mégpedig a lánykosárlabdában. Csirzó Zoltán, a Garai gimnázium testnevelője összefogott 3 másik város, Ajka, Budaörs és Baja kosárlabdát oktató, velük közelebbi kapcsolatot kialakító testnevelőjével, és létrejött az első lánykosárlabda Garai kupa. Ezen csak amatőrök, egyesületeknél nem szereplő tanulók vehetnek részt. A rendezvény, a 4-es torna, amely pénteken zajlott le a Garai gimnázium tornatermében, nagyon is hiánypótló. A középiskolás korosztályban ugyanis nagyon kevés a játék lehetőség a sportágat időközben megszerető diákok számára. A jövő évi folytatás szinte garantált, s az is megeshet, hogy a másik 3 város is egy saját tornát hív életre az elkövetkezendő években. A régió híreivel folytatjuk a híradót. Brutális lányrablás Pécsen, több évet is kaphatnak a vádlottak. Gyermekműsor és ajándékozás, Mikulásváró ünnepséget rendeztek Alsómú családon. Ajándékozás és környezetvédelem, különleges akció az energiaszolgáltatótól. Megpróbálta erőszakkal elvinni volt barátnőjét, vádemelés lett az akció vége. A pécsi járási és nyomozó ügyészség személy szabadság megsértésének büntette, és további bűncselekmények miatt emelt vádat 3 férfival szemben, akik egyikük volt barátnőjét próbálták elrabolni Pécsről. A brutális verekedésbe torkolott eseményeket több kamera is rögzítette. A nyílt utcán erőszakoskodik ezeken a felvételeken volt barátnőjével az a férfi, aki ellen most emelt vádat a Baranya megyei főügyészség. A 25 éves elkövető 2 rokonával érkezett Pécsre idén májusban, hogy szerelmét visszaszerezze és magával vigye, akár erőszakkal is Siófokra. Találkoztak is a lányjal, megpróbálta a férfi rábeszélni a kapcsolat folytatására, azonban a lány ellenkezett, nem akart vele menni, illetve nem akarta a kapcsolatot tovább folytatni. Ekkor a férfi egyre erőszakosabb lett, majd egy idő után erőszakkal próbálta a lányt az autóba tuszkolni. Ekkor azonban megjelentek a volt barátnő rokonai, akik verekedésbe keveredtek a lányrablókkal. Ezeket az akcióba élő felvételeket a térfigyelő kamera és egy szemtanú készítette mobiljával. Jól látszik, hogy vascsövek is előkerültek, többek között ezekkel ütötték egymást a szemben álló felek. A verekedés során egyikük súlyos sérüléseket szenvedett, többek között az orrcsontja tört el, míg másikuk könnyebb sérüléseket. Végül is a bántalmazásnak az vetett véget, hogy a járókelők a rendőrséget értesítették, és a rendőrök megakadályozták a további ütlegelést. A 3 lányrabló több rendbeli bűncselekményt követett el. Személyi szabadság megsértése, súlyos testi sértés, valamint fegyveresen, csoportosan elkövetett garáztasság miatt kell felelniük. Ezekért akár 4,5 év börtönt kaphatnak fejenként. Mikulásváró ünnepséget rendeztek Alsómú családon. A baranyai településen ez már több éves hagyomány. Ilyenkor gyerekműsorral készülnek az Északhegyháti mikrotérség lakosainak. A rendezvényre pedig a Mikulás is hivatalos volt, aki ajándékokkal lepte meg a gyerekeket. Én a tél és a természet életre kér. Na milyen vagyok?
Gyermekműsorral kedveskedtek a közönségnek Alsó-Mocsoládon. A Mikulásváró ünnepségre a helyiek mellett az Északegyháti mikrotérség lakosai érkeztek, kicsik és nagyok egyaránt. Helyiek vagyunk, és itt Alsó-Mocsoládon jár egy falu újság, egy ilyen hírlevél, és abban volt benne a mai időpontunk. A kislánynak nagyon a maci tetszett, amint látható is volt, hogy táncolt a macikával. Az előadásba a gyerekek is bekapcsolódhattak. Komor László fenyőfajelmezekkel készült a vállalkozó kedvű kicsiknek. A bemutató végén közös énekléssel csalogatták be a Mikulást, aki végül meg is érkezett. Gyereke, jók voltatok? Igen! A Mikulás név szerint szólította a gyerekeket, akik egy-egy csomag ajándékot, édességet kaptak. A télapó stábunknak elárulta, hogy mivel itt még nincs hó, stoppal kellett eljönni a Alsó-Mocsoládig, de megérte, mert csupa jó gyerek lakik a településen. Szerintem nagyon jók, mert megnyikkanni sem mertek jó formán. De aranyosak, hoztam nekik olyan édességet, amitől annyi bátorságot fognak kapni, hogy lehet, hogy jövőre én szóhoz se fogok jutni. A településen egyébként minden évben megrendezik a Mikulásváró ünnepséget december elején. A szervezők szerint fontos, hogy megőrizzék az ünnepet. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekekkel közösen éljük meg ezt az ünnepet és ezt az izgalmat, és ezért mindig készülünk egy kisebb színdarabbal, amiben a gyerekek is tudnak szerepelni, fel tudnak oldódni, és akkor így közösen várjuk a Mikulás érkezését. A rendezvény végén, miután mindenki átvette az ajándékcsomagját, a Mikulás megígérte a gyerekeknek, hogy ha jók lesznek, jövőre is ellátogat Alsó-Mocsoládra. Ajándékozás és környezetvédelem. Ez a két fogalom kapcsolódott össze az E.ON december 6-ai akciójában. Elektromos járműveken érkeztek ugyanis az energiaszolgáltató mikulásai a több városra kiterjedő eseményekre. Pécsen a Széchenyi téren várták édességgel és meglepetésekkel a gyerekeket. Különleges járművel érkezett az E.ON Mikulása a pécsi Széchenyi térre csütörtökön. Elektromos robogón hozta az ajándékokat a gyerekeknek. Elfogadnám egy karácsonyi ajándéknak. Mondja a 10 éves Brémer Zalán, aki azt is tudja, miért fontos, hogy elektromos járműveket használjunk. A környezetvédelemért. Éppen ezt, vagyis a környezettudatosságot akarja népszerűsíteni az energiaszolgáltató cég Mikulás akciójával Pécsett is. Biztos, hogy mindenki már sokféle Mikulás látott, de talán olyannal még nem találkozott, aki elektromos robogóval érkezik. Azt szeretnénk, hogy kedvességet és ünnepi hangulatot vigyen az emberek életébe. Egy magyar startuppal, a Blinky Cityvel nyáron kezdtük el az együttműködést. 80 elektromos robogó járja már Budapestet. Ezek közösségi robogók, vagyis mindenki használhatja. Az E.ON és a startup cég most azon gondolkodik, hogy vezethetnék be más városokban is ezt a közlekedési formát. Egyébként Pécsen kívül Budapesten, Debrecenben és Győrben járták a várost az energiaszolgáltató mikulásai december 6-án. Tekintsük át még egyszer a legfontosabb híreinket. Ítélet, 7 év fegyház drogkereskedelemért. Bankfiók avatás, a Hungária Takarék megújult fiókját adták át Dunaföldváron. Készülődnek a szakszervezetek, kétnapos konferenciát tartanak a munkatörvénykönyve tervezett módosítása miatt. Segítik a szakképzést, cukrásztanulóbázist alakított ki az iparkamara egy helyi vállalkozóval Dombóváron. Szombaton északnyugatira fordul és meg is élénkül a szél, reggel délelőtt borús, esős idő valószínű, majd délután megszűnik a csapadék és fokozatosan vékonyodni, csökkenni kezd a felhőzet is. Vasárnap erősödő délnyugati széllel érkező meleg front ígérkezik. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!